A galatákhoz írott levél harmadik részének ötödik versét olvasom. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igényének hallása által teszi -e ezt. Azért egy mondatnál álltam meg, mert különleges szót találunk ebben a mondatban. Azt mondja, hogy aki a lelket adja nektek. És ez az epihorégeny szó, ez egy különleges kifejezés a görögben. Egy olyan szolgáltatásról szól, amelyik nem járna, de aki ezt megteszi, az a nagyon nagyot segít azon, akinek adja. Hadd mondjam, hogy a profán görögben három alkalommal szerepelt ez a kifejezés, sőt, ennek a főnévi alakja az epikorégia, az valami olyan meghatározás volt, amit mindjárt megértünk, hogyha ezt a hármat, elmondom, az egyik házassági szerződéseknél kellett aláírni egy olyan kötelezvényt is a férnek, hogy mindazt rendelkezésére bocsátja a párjának, a feleségének, amivel ő el tudja látni a házastársi feladatait. Tehát ő vállalta, hogy ezt előteremti és a rendelkezésére bocsátja. A másik vonatkozása ennek, amikor hadsereget indítottak, és ha azt a hadsereget igazán felszerelték, technikailag is, meg kiképezték, és úgy indították el, hogy a győzelem reményével mehetett, akkor azt mondták, hogy ez a cselekedet, ez a fölkészítés, ez az elindítás, na erre mondták, hogy az epikorégia, Egy olyan adás, egy olyan dologban részeltetés, amivel ezt a csatát ők reménységgel, győzelemmel vívhatják meg. A harmadik vonatkozás az volt, hogy a ókori görögöknél, az énekkar vagy a művészi csoport, tehát a színjátszók, az énekar tagjai, illetve a színjátszók, az év elején a mecénásoktól, ki-ki, ahova beosztást nyert, vagy aki vállalta, hogy ellátja őt, megkapták mindazt, ami arra az évre szükséges volt, akár ruhában, fölszerelésben, anyagiakban. Tehát biztosítva volt az ő évi életmenete, és akkor mondták, amikor ez a, az akció történt, hogy a mecénás ezeket a rendelkezésére bocsátotta, hogy az epiha régia megtörtént. Na most, amikor azt mondja, aki a lelket adja neki, szolgáltatja nektek, még pedig így, hogy a Szentlélek Isten ajándékaként úgy lesz a miénk, hogy egyrészt a házassági szerződésre gondoljunk, hogy mindazt vállalja az Úr, hogy ellát azzal, amivel az én feladataimhoz szükségem van, hogy a szépen és hűséggel ellássam. Vagy a harcaimban úgy, mint ahogy a hadseregnél, hogy úgy szerel föl, hogy én a győzelem reményével vívjam a harcaimat, nem pedig csak valami kis segítséget ad. És a harmadik, ahogy biztosítja mindazt, ami a következő időszakra szükséges ahhoz, hogy én végezhessem. Azt a feladatomat, ahogy ott a színjátszó vagy a, az énekkartagja helytállt és végezte a feladatát. Nagyon jó ezt a képet használni, hogy Isten az ő szent lelke által bennünket így szerel fel. És biztosak lehetünk abban, hogy ő nem csak valami kis szükségmegoldást ad, hanem valóban ellát mindazzal, amire szükségük van. Csak akkor bekérdezi Pál, és azt mondja, hogy aki nektek ezt a nagy ajándékot szolgáltatja, vajon a törvény alapján? Tehát amikor valaki igyekszik betartani a törvényt, az alapján jutottatok ehhez? Nem. Hanem az alapján, hogy hittel, megértettétek és elfogadtátok, hogy Jézus Krisztus, aki megváltótok, aki meghalt értetek, és kértétek is a bocsánatát, és át is adtátok neki az életeteket, hogy bejöjjön, és éljen bennetek. És így a Szent Lélek ajándékaként megkapjátok mindazt, amire szükségetek van. Isten folyamatosan kezel, hordoz benneteket, és hát azt mondja, hogy döntsétek el. Hogy a törvénybetartása meghozta ezt nektek, de hogy hozta meg. De a hit, az ige által megértett szabadítás és a kapott hit Jézus Krisztusban meghozta egy bizony meghozta, és átéltük, hogy ingyen kegyelemből mindezekkel rendelkezünk.